November 1-től az állami intézményeknél kötelező a koronavírus elleni védőoltás, az önkormányzati létesítmények esetében pedig a polgármester dönthet a kérdésben. A tolnai városvezetés úgy határozott, hogy 3 helyen rendeli el a vakcina felvételét, többek között az óvodákban. Megkaptuk a határozatot a polgármestertől, hogy kötelezővé teszi az oltást a dolgozók számára. Ezt követően én kiküldtem 10 embert érintett nálunk a 66 fős nevelőtestületből. Elkészítettem a határozatot, kiküldtem nekik, és az alapján január 1-ig kell beoltassák magukat. Ha valaki ezt nem teszi meg, akkor újra fel kell szólítanom, és akkor onnantól 15 napja van. A 10 főből 5-en már megkapták az oltást. 2 jelezte felém, hogy nem biztos, hogy be fogja magát oltani. Ebben az esetben azonban a foglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot rendelnek el. Továbbá 1 év elteltével a munkáltató az alkalmazott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti. Azonban ha a dolgozó 1 éven belül felveszi a vakcinát, ismét munkába állhat. Az óvodákban egyébként a szülőkre is szigorú szabályok vonatkoznak. November közepén bevezettük, amikor ugye elkezdődött újra a megbetegedések, hogy több szülő jelzett, hogy covidos lett, illetve volt már kolléganő is, aki elkapta a betegséget. Akkor újra bevezettük, hogy a szülők nem léphetnek be az intézménybe. Az ajtóban veszük át a gyermekeket, akkor, amikor a szülővel kontakt van, akkor kötelező a maszk használat, de van 1-2 pedagógus, aki egész nap viseli a maszkot a gyerekek között. Is. Szerintem ők most már ezt így megszokták, úgymond. 1-2 gyermek van, aki esetleg reggel sír emiatt az anyától való elválásnál, de szinte zökkenőmentesen veszik ezt az akadályt. A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtárban szintén kötelezővé vált a koronavírus elleni vakcina felvétele. Kulturális Központban 19-en dolgoznak, közülük 5-en nem vették fel az oltást eddig. Egyik dolgozónk az átesett a fertőzésen, most jár le az az időszak, amikor fölveheti és föl is fogja. 4-en vannak a többiek, tehát ezek után egyik kollégám kijelentette, hogy semmi körülmények között nem hajlandó fölvenni, és 3-an még. Hát azon gondolkodnak, hogy akkor hogy is legyen, rengeteg kérdésük van és megpróbálnak erre válaszokat kapni. De nálunk ugye, mivel ez egy olyan kormányhatározat, amit végre kell, hogy hajtsunk, vagy kormányrendelet, amit végre kell hajtsunk, nem igazán tudunk vele mást kezdeni, mint hogy megtesszük. Kérjük őket, hogy oltassák be magukat. Ahogy a rendelet szól, tehát 45 nap után, még 15 nap is, akkor utána kezdődik ez a fizetés nélküli szabadság, ez valamikor január közepe vége felé. Én remélem, hogy nem kerül erre sor nálunk, hanem mindenki belátja, hogy nem igazán van más lehetősége. Az igazgató elmondta azt is, hogy az intézményt jelenleg csak azok látogathatják, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Kártya és maszk. A maszk ugye az utóbbi időben, amióta országosan ez megkezdődött itt is, tehát minden olyan rendezvényünk, ahol egy teremben 5-nél többen vannak, hogy ott mindenképpen maszkot kell viselni. Nagyon fegyelmezettek egyébként a tolnaiék, ezt én mondhatom. Most a hétvégén rendezvényünkön szinte senkinek nem kellett szólni, hogy erre figyeljen oda, hanem mindenki szépen betartotta ezt, és hát remélem nem is lett semmi baj belőle.